Üdvözlöm a taxistartban! A mai egy rendhagyó adás lesz. Ezúttal nem kifejezetten a taxis kollégákhoz fogunk szólni, hanem az utasokhoz. Segítő nekik eligazodni a taxizáshoz és egyéb személyszállításhoz kapcsolódó illemetikett és protokoll útvesztőiben. Ezekben a témákban ma Magyarországon a lehető legavatottabb szakember fog segíteni nektek, akinél többet szerintem nagyon kevesen tudhatnak a fent nevezett dolgokról. A Szegedi Tudományegyetem és az EGRI Eszterházi Főiskola címzetes docense, akkreditált előadó, több könyv szerzője, melyet nagyon ajánlott nektek megvételre, nagyon sok okos, érdekes és jó dolgot, akár munkaközben és privát életben is használatott dolgot tudtak ezekből a könyvekből megtanulni. 1987 és 1999 között a miniszterelnöki hivatal protokollosa, majd protokollfőnöke. 1999-től a felnőtt képzésben oktat. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, a Magyar Újságírók Szövetségének tiszteletbeli újságírója, közéleti díjjal is jutalmazták, valamint Kőbánya díszpolgára. Kedvencei a viselkedéstörténet, kultúratörténet, emberektörténet, meg gasztronómia és más országok szokásai. Ráadásul a Facebook csoportjában incsiklandó ételek fotóival és különösen széles zenei ízlésről árulkodó, napindító zenei összeállításokkal is megörvendezte bennünket. Ő Körögi Ibolya, akinek köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok! Kedvesem Ibolya, segítene az utasainknak eligazodni az illemetikett és adott esetben a protokoll útvesztőjében azon keretek között, amik a személytaxi személyszállító utasaira vonatkoznak? Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy kontaktba kerülünk velük, egészen addig a pillanatig, amíg elköszönünk, remélhetőleg mosolyogva egymástól. Nagyon szívesen, mert nagyon sok utast, hát a taxis kollégák tudják, hogy az utasokat nem válogathatjuk meg, de nagyon sokan kicsit furcsán ülnek ezen a lovon, ugyanis nekem utasként tudomásul kell vennem azt, hogy bár én fizetek, én vagyok a megrendelő, de az életem az a sofőr kezében van. Tehát én őt fölidegesítem, és neki megy az oszlop, akkor mind a ketten meghalunk. Tehát nekem tudnom kell, hogy egy szolgáltatás igénybevételénél a másiktól mit várhatok el. Hiszen az ember, ha akár a fodrászhoz is megy, vagy beül egy taxiba, azért ül be, hogy az ő élete kényelmesebb legyen, és hogyha ott én rosszul kezdem, rosszul állok hozzá, akkor nekem is nagyon rossz élményem marad az egészből. Tehát nyilván tudomásul kell vennem, hogy mikor beszállok egy kocsiba eleve, és hogy rendelem meg, pontos címet adok-e, hogyha nagyon bonyolult, akkor megmondom, hogy a harmadik lépcsőház után van egy beszögellés, tehát valahogy próbálom a taxis munkáját segíteni azzal, hogyha nehéz, vagy ha olyan nagy lakótelep, hogy nincsen semmi utca, semmi házszám, akkor a telefonszámomat megadom neki, hogy nyugodtan szóljon vissza, ha nem talál meg. A másik pedig, hogy nagyon sok utas nem tudja, hogyha várakoztatja a taxit, az pénzben van. Azt hiszik sokan, hogy attól számít, amikor már beült. Tehát amikor az ember taxit rendel, akkor tudja, hogy ide, hogyha jó az ablakból is lesés, nem áll a ház előtt is, hogy amíg várakozik, addig is ketyeg az óra. Egyébként én nagyon szeretem az embereket, tehát én másképp állok kicsit hozzá, hogyha leérek, és látom, hogy a sofőr már itt van 10 percet, tudom, hogy úgyse akkor fogja bekapcsolni, hanem amikor rendeltem, de ha kiszáll a kocsiból, hogy elszívjon egy cigit, akkor én direkt rávárok, hogy amíg el nem szívja, addig nem megyek ki az ajtón, hogy nehogy esetleg, hogy ne tudja végig szívni. De hát ez már tényleg csak az én extra, hogy mondjam, jó lelkem. Tehát tudomásul kell venni, hogy nem érdemes várakoztatni, mert az nekem pénzben van. Amikor leélek és kinyitom az ajtót, akkor köszönni kell tisztességesen, vagy azt is megkérhetem, hogy legyen olyan kedves, segítsen a csomagjaimmal. Tehát amikor a kocsit megrendelem, akkor kérhetem, hogy akkor, ha volna kedves bejönni, mert a nagy csomagot kell majd kivinnünk a kocsiba. Vagy ha a kapuig én kiviszem, akkor nyugodtan szólatok, hogy ő azt vigye be és tegye be. Egyébként tulajdonképpen ezért még borravalót se kéne adni, de az ember úgy is ad. Hát persze, hogy adha nekem, azt segítenek vele. Mikor megrendelem a kocsit, szólnom kell, hogy gyerekkel vagyok, vagy kutyával vagyok, vagy bottal járok, vagy kerekesszéket. A kerekesszék az persze más, mert ahhoz egész más kocsit is kell kérni, de hogyha bottal vagyok, tehát nyilván ezt előre meg lehet mondani, vagy időszemét viszek kórházba, kérem, hogy ne túl magas legyen, ne legyen nagyon magas az autó. Tehát ezt megkérhetem, mert amikor a kocsi már ott van, akkor már nem pörleketetek, mert nem mondtam meg előre.
És amikor beülök a kocsiba, hogyha előre ülök a sofőr mellé, akkor általában beszélgetek vele. Ha pedig a jobb hátsó, tehát a gép közben az ellentétes hátsó helyre ülök be, akkor viszont nem kell beszélgetnem. Amit nem javaslok, hogy ne üljünk mindjárt a sofőr mögé. Hiába az a legbiztonságosabb hely. Sajnos ugye a bűnözés terjedésével meg minden a sofőr elég rosszul viseli, hogyha az utas nem látja, és át, hogyha egy késsel éppen az ülésen át le fogja őt szúrni. Tehát azt nem javaslom. Persze, ha többen vagyunk, akkor óhatatlan, hogy akkor nyilván ott is fog ülni valaki. Igen, előre kell tisztázni, igen. Van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyha többen vannak. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy hiába vannak mondjuk négyen, ők úgy gondolják, hogy az autónak csak kettő ajtaja van, a jobb oldali kettő, és átcsúszik két ember a hátsó ülésen, amit mi nagyon nem szeretünk a hátsó ülés sérülés veszélye miatt. Hát ezt el kell viselni. Ezt sajnos el kell viselni. Nagyon sok ember nem mer átmenni forgalom bármi miatt a másik hátsó ajtóhoz. Ezt el kell tudni sajnos viselni őket. Ehhez nem tudok más szólni. Tehát nem, most nem azért, hogy én most utasvédelmem, mert tudom, utasok is ahány annyi fajta, de ezt el kell tudni viselni. Egyébként pedig amivel meg lehet ezt előzni, hogyha látom, hogy hárman jön neki, akkor a taxis szálljon ki a kocsiból, és tessék parancsolni erre fáradni, és kísérje át a hátsó ajtóhoz. Mert hogyha csak úgy áll meg, hogy az utas beül, akkor várható, hogy ők mászni fognak. Annyira köszönöm, hogy ezt elmondta. Ezt szoktam csinálni, akkor megerősített most engem abba, hogy jól csinálom. Na, örülök neki. Jó, köszönöm szépen. Egyébként az, hogy minden utashoz kiszállni, és minden utasnak ajtót nyitni, betudni az ajtaját, hát ez maradjon egy álom. Szóval én ezt úgy nagyon szeretném, de tudom, hogy erre egyáltalán nincs lehetőség, de nagyon-nagyon szép lenne. Vagy ha legalább olyan helyre mennek, hogy mit tudom én, operához, vagy tehát amikor olyan a helyszín is, hogy ez úgy olyan jól esik, akkor igenis szálljon ki, nyissa az ajtót, és várja meg, amíg beülök, aztán csukja be rám. Tehát én azt én nagyon örömmel venném. Nyilván itt megint a biztonság utas alá nézve nem fog el meglopni, nem fog kiszállni, tehát megint ezt hagyjuk a biztonság szempontjából. De udvariasság szempontjából nagyon helyes lenne. Utasként pedig azt mondanám, hogy ha meg beülünk és beszélgetni akarunk, tehát azt meg kell mondanunk, hogy hova megyünk, megmondhatjuk, hogy mi merre szeretnénk menni, esetleg azt meg is beszélhetjük, hogy a taxis ennek ez jó-e vagy nem jó, tehát ez lehet alkutárgya, és utasként ragaszkodjunk ahhoz, hogy működjön a GPS. Ma már az a technika borzasztóan biztonságot ad, tehát akár a Waze, akár az iGo meg tudja mondani, hogy éppen most hol van ugye felfordulás, vagy baleset, vagy bármi. Tehát ne bízunk abban, hogy a taxis, ó, én azt nagyon jól tudom, én ragaszkodom hozzá, hogy kapcsolja be a GPS-ét, ez az nekem biztonságot ad, ez utasként nyugodtan lehet kérni. Nem árt, ha előre tisztázzuk, hogy készpénz vagy kártyával fogunk-e fizetni, mert lehet, hogy éppen a terminálja éppen nem jó, vagy bármi, tehát sok apró pici gond fölmerülhet. Utasként pedig azt javasolnám, hogy ne tegeződjünk össze a taxissal, hiszen rövid ideig fogjuk ismerni. Nem kávézni ülünk le, nem csipogni ülünk le, hanem ő nekem szolgáltat. Tehát én nem szeretem ezt az általános tegeződést, ma már mindenki mindenkivel tegeződik, én ezzel tisztában vagyok, de utasként én úgy érzem, hogy megalázom a taxist azzal, ha én őt letegezem. Mert na öcsi, tehát valahogy én ebben nem nagyon szeretek belemenni, de utasa válogatja, úgyhogy ez mindenki döntse el saját maga. Azt megkérdezhetem, hogy ennek hol van a határa? Tehát mi az, amit még elviselhet egy taxis, ön szerint, az illem és az etiket szerint, és mi az, amikor már viszonylag keményebben is visszaszólhat, mikor olyan stílusba váltunk át, például a kedves utas azt gondolja, hogy én nem szolgáltatok neki, hanem a tulajdona vagyok. Ez borzasztó nehéz, mert nagyon nehéz, mivel nagyon rövid időszakra vagyunk összezárva, tehát nem tudom olyan nagyon megnevelni. De én úgy érzem, hogyha nagyon megalázó vagy, nagyon olyan, hogy már pedig ez, mit mondjuk, álljunk, legyen, akkor tetszik, talán hívok önnek egy másik kocsit. Én ezt nem tartom egyébként annyira udvariatlannak, mert azért mindent nem viselek el. Nyilván szolgáltatóként, taxisként alkalmazkodom az utashoz. De az utas engem, hogy mondjam, a zsebiből akar kirángatni, mert hogy azt csinálsz, amit akarsz, meg mit tudom én, akkor elnézést kérek, de ebben a kocsiban megkérem, hogy ezt ne. Miért? Majd én megmondom, akkor álljunk le, akkor hívok önnek egy másik autót.
Csak hát akkor tudni kell, hogy akkor a pénzünk elveszett, mert azt már nem lehet elkérni tőle, ha én rakom ki. Kirakhatom, ha minden kötél szakad, de akkor ott már annyi. Egyébként erre jogszabályi felhatalmazásunk is van, kedves kollégák, tehát nem kell mindent eltűrni. Hogyha az utas extrémen illetlenül viselkedik, akkor jogunk van egyébként őt kitenni. Tehát nem csak az illem és az etiket, de a jog is ezen az oldalon áll. Csak ne veszekedjünk vele, mert attól mi vérnyomásunk is tönkre megy, hanem udvariasan, halkan, kedvesen, és fölajánlom, hogy akkor kérek egy másik kocsit a számára. De aztán onnan húzzunk el gyorsan, ne várjuk meg a másikat. Ugye beszélgettünk az utazás alatti viselkedésről, adott esetben kerekesszékesekről, babakocsisokról még nem esett szó, így a kedves utasoknak szóló részben. Mire figyeljenek oda azok, akik bébikkel vagy kisgyerekkel szeretnék igénybe venni a taxiszolgáltatást? Én azt kérem, hogy amikor megrendeli a kocsit az illető utas, már akkor mondja meg, hogy gyereküléses autót kérek, vagy bébivel megyek. Tehát azt előre mondja meg, hiszen akkor tud olyan autót kapni, mert valóban mindenki biztonságos. Ha viszont nem mondta ezt meg, és mégis gyerekkel van, akkor mikor lemegy, akkor exkuzálja magát, ne haragudjon, nem mondtam, de kisgyerekkel vagyok, ugyan nem probléma. És igenis tegyen egy pelenkát, vagy egy törő között a gyerek alá, mondjuk az ülésnél. Nyugodtan megteheti. És hát a gyerek nyugodtan szóljon rá, hogy a gyerek ne szemete, ne adjon a kezébe magyarót. Tehát eleve a szülő dolga az, hogy a gyerek ne legyen neki mivel szemetelnie, például. Tehát akkor a szülőnek kell tudni, hogy most olyan helyre viszem a gyerekemet, ahol nem a gyerek a császár. Na, ezt szülőnek megmagyarázni elég nehéz, mert most minden gyerek császár, de igenis kultúrált utas, hogyha nem mondta meg előre, akkor ő készül föl azzal, hogy ott hogy tudja biztonságba elhelyezni a gyereket. És a másik az, hogy nem a gyerek akarata számít, hogy ő merő ki akar nézni a hátsó ablakon, és ő fölfekszik a hátsó ablakon, hanem a gyerek élete a fontos, a biztonsága a fontos. Ezt, kedves szülők, szeretném nagyon-nagyon aláhúzni, ugyanis például, hogyha repülőtérről megyünk, ott nem a 50 km/h sebességhatár él, hanem a 70-80, és olyan sebességnél ütközéskor tényleg az a tét, hogy élünk, vagy meghalunk, vagy jobb esetben megnyomorodunk. Bár nem tudom, hogy ez a jobb esete. Kicsit is zórképet festettem föl most, de sajnos ez a valóság. A kicsit vidámabb témákra visszaevezve, szó volt itt körülbelül 5 perccel ezelőtt arról, hogy segítünk az utasnak a csomagjait betenni. Nagyon-nagyon sok utas ezt valamiért szereti megelőzni. Tehát amikor odaérünk, mi még ki se szálltunk, ő már nyitja a csomagtartót és teszi be a csomagját. Ezt egyébként mi taxisok nem szeretjük, mert szeretjük mi bepakolni a csomagot, a csomag is úgy marad biztos épségbe, és a mi autónk is. Az ilyen túlbuzgó utasoknak valami tanácsot tudna adni, hogy tudják tűrtőztetni magukat, amíg a sofőr tényleg segít nekik? A következő, a sofőrnek tulajdonképpen kötelessége segíteni a csomagommal, utasként ezt tisztába kell lennem, és megyek, és ugye nem az ajtónál, hanem a kocsinak a végénél állok meg a csomagommal, állok, és nézem a sofőrt. És akkor a sofőr kiszáll és kinyitja. Én nagyon bízom benne, hogy minden sofőr kiszáll és kinyitja, meg a mi kezünk is, hát piszkos lesz, hogy az ember alányul annak a zárnak ott a hátsó ülésnél, hát az piszkos lehet, hiszen fölvetődött a sár vagy bármi, tehát nem nyúlunk hozzá. Hanem állunk, legfeljebb azt mondom, hogy megkérem, hogy ezt tegye belülre, vagy azt tegye kívülre, tehát ott már pláne vidékre megyek, vagy valami, ott már azt kérhetem, de utasként egyrészt miért én emelgessek, abszolút. Másik pedig, hogy ne piszkoljam össze a kezem azzal az autóval, tehát nem kell túlbuzogni. És nyugodtan hívják fel a figyelmet arra, hogyha valami törékeny, nagyon óvatosan kell bánni vele. Persze, ott állok mellette, és megbeszéljük, hogy mit hova rakjon pontosan. Mi a véleménye arról, hogy utasként mik azok a témák, amik kerülendők a sofőrrel való esetleges párbeszédbe, hogyha szeretnénk egyáltalán beszélgetni vele? Hát a politikát mindenképpen kerüljük el, de ez nagyon sok ember egyszerűen képtelen elkerülni. Tehát az emberek ma már elkezd maga a piacon beszélgetni egy zöldségesen, már az is politikával kezdi, ez annyira meg lettünk fertőzve.
Ilyenkor, hogyha a taxisnak a véleménye nem egyezik meg a utassal, akkor csak egy tényleg, tehát ne kezdjen el vele vitatkozni, mert abból csak botrány van. A másik, hogy utasként kerüljük el azt, hogy mennyit keres, mennyit költ. Mondjuk azt lehet mondani, hogy hallom az adókkal megint, adók megint megemelték, milyen nehéz maguknak, tehát ez, hogy mondjam, pozitívan, támogatóan ezt esetleg főhozhatom. De megint csak az, hogy milyen utasai voltak, merre járt, tehát inkább ilyen semleges témákat, időjárást, ilyesmiről, sportról lehet vele beszélgetni, fociból, most a magyar-bulgár milyen jó téma lett volna, ma utazom valahova. Tehát inkább ilyen semleges területeket érintsünk. Akkor kérdezzünk rá a családjára, ha netán ott valahol látszik egy gyerek fénykép, mondjuk a kulcstartóján. Persze mondani is kell, hogy egy taxis a saját kocsiját nem dekorálhatja ki gyerekcipőkkel, meg fotókkal, kirakva, nyilván az föl nem merül, de valami kis jelzést látok utasként, mondjuk a kulcstartóján benne van a gyerek fényképe, az még belefér, és akkor nyilván rá tudok kérdezni. Mi a véleménye arról, hogyha esetleg éttermekre terelődik a beszélgetés, és az utas úgy gondolja, hogy hát ő megéhezett, és megpróbál elkezdeni enni az utazás alatt az autóban. És ezt nem azért teszi, mert mondjuk cukorbeteg és neki muszáj, hanem szintén az élvezeti értéke miatt. Jaj, ez annyira nem, annyira haragszom az ilyesmire, mert az étkezés az valahol egy ünnep a testnek, hogy ehet. Szóval nem tudom, hogy ez miért hogy veszik ennyire olcsóra az emberek. Ilyenkor, ha elkezd az utas enni, akkor egy szalvétát nem tudna az ölébe tenni? Vagy jaj, nehogy lemenjen a mustár, tehát valahogy kezdek, nehogy leegye a kabátját, tehát ő miatta kezdek el aggódni. Utasként pedig, hát azt kikérem magamnak, az annyira neveletlenség, hogyha az ember valakivel egy légtérben van, és elkezd enni, az első von, hogy megkínálom. Tehát az, hogy egyedül legyek, az mondjuk nagyon nem megy. Én ezt nem, legfeljebb, hogyha tényleg arról van szokon, azt mondom az én utasként a sofőrnek, hogy ne haragudjon, annyira fáj agyamra, muszáj ennem egy kis kiflit. De nem fogok morsázni, megígérem. És akkor tényleg egy papírzsebit tartok magam elé, vagy a táska fölött teszem meg. Tehát elképzelhető, hogy muszáj egy feladatot tennem. Például a fagylaltal ne engedje beülni az utast. Mert a fagylaltal, vagy az éppen félig megevett csurgós McDonald's-szal, vagy vízével, hamburgerrel, azzal inkább akkor várok egy pár percet, amíg megeszi. Tehát akkor inkább ne engedje beülni, hogy úgy jöjjön be az utas. Jó, hogy szóba hozta a hamburgert, mert nagyon-nagyon kellemes emléket most fölidézett bennem. Láttam már több előadását, és abban elmondta, hogy a hamburgert nem lehet szépen enni. Hát ez így van. Az gyors étel, azt csak úgy be kell nyomni. Meg a utcán evésnél is, hogy üljön le egy padra, de ne állva jártába keltébe egyen semmiképpen. Ha megmondom, taxiba ül be, és nagyon kell neki enni, akkor kérjen elnézést, és próbálja meg az tényleg a legkisebb morzsázással megoldani. Rendben, tehát kedves utasok, figyeljetek! Tulajdonképpen nagyon-nagyon leegyszerűsítve, hogyha jól értettem, de ezt erősítse meg, az általános együttélés szabályait, hogyha betartjuk, akkor a sofőr is, utas és utasok is, mindannyiunk boldogan fog az utazás végén elköszönni egymástól, és reménykedni fog benne, hogy még fogunk találkozni az életben. Ez pontosan így van. Még egy téma, amit nem érintettünk, és ez egy viszonylag szűk réteg témája, ez a utazási protokoll. Ugye most már minisztériumik is nem csak saját sofőrökkel, hanem taxikkal, bérautókkal és vállalatok is megfelelő minőségű, adott esetben bérkocsi szolgáltatásokat igénybe vesznek. Erre a nagyon speciális és szűk piaci szegmensre egy kis rálátást tudna nekünk biztosítani? Igen, egyébként ez gyakran, például egy nagy bank rendez egy estét, és az utasok, hogy mikor vége van a rendezvényüknek, akkor egy taxiszolgálatot megkérjük diszpécserrel, legyen mindig ott taxi, a palota előtt, ahonnan majd mennek el. Tehát ez is ebbe a műfajba tartozik, nem csak ilyen delegációba beállni és sorba. Tehát amikor egy taxist arra kérnek fel, hogy egy speciális rendezvény részeként legyen ott, akkor a taxis kérdezze meg, hogy mi az öltözködési előírás,
tehát mit vegyek föl, kell-e nyakkendő, ha igen, akkor nyilván azt veszem föl, hány órára menjek, mikorra menjek vissza, az állásidőt rákérdezem, tehát mindent le kell bontani, hogy mit tudom én, reggel 9-től este 7-ig kérjük a kocsit, öltön, nyakkendő, fehérink. Köszönöm szépen, ebédszünet mikor van? Vagy mikor, mik azok az idők, vallumok, amikor van a taxisnak mondjuk 10 perc elszaladni mondjuk egy mosdóba. Azt eleve rendezni kell, és egy igazán jó rendezvényszervező az meg is mondja, hogy 9-kor elmegyünk X pontba, ott negyed óránk van, de onnan megyünk tovább a Modana, ott lesz másfél óra hozzánk, tehát megmondja eleve a taxisnak azt, hogy az idejével hogy tud gazdálkodni. Kivéve, hogyha eleve az már ritkaság, olyan ma már nincsen, hogy meghívja ebédelni a gépviselőket is, tehát olyan már nincs, de ha nem, akkor biztosítani kell neki az adott, ha nem is egy egész órás ebédszünetet, de valamennyit nyilván. Tehát akkor a programot előre is célszerű megtudni. Hogy milyen kocsival menjek, hogy nézzek ki, hányra menjek, mi a program. Utasnál pedig, hogy milyen jellegű az utas, beszélgessünk vagy ne beszélgessünk, ezt a rendezvényes megint csak meg tudja neki előre mondani. Adott esetben itt a sofőrén a nyelvtudás az számíthat-e, vagy nem fontos? De számíthat mindenképpen. Azt hiszem, hogy ma már a mai világban, pláne egy azért egy Budapest szinten, hogyha így veszem, bár az minden városban ma már ez igaz, valamennyi angol nyelvtudás nélkül nem lehet elkezdeni. Tehát én azt mondanám, hogy ha nem is nyelvvizsga, de kötelezővé tenném a nyelvismeretet, mert hál' Istennek, hogy benne vagyunk a világ forgásában, és nagyon sok felé jönnek utasok. Én szerintem, hogyha amit elmondtunk eddig, hiszen most elég hosszan beszélgetünk, ezt a fajta európai odafigyelés, kulturáltságot betartom, azzal nem tudok megbántani senkit. És az a mondjuk vallás előírás szerint élő ember, aki jön egy külföldi országba, és beül egy taxiba, nyilván nem várja ezt el, hogy annak minden csinyát és binyát tudjuk. De azt majd őbe szépen betartja. Tehát az, hogy egy, mit tudom én, egy iszlám, muzulmán házaspárnál, hogy ki a főhelyen, a férfi fog ülni, nyilván nem a nő, de ezt majd ők eldöntik. A lényeg, hogyha én az általános európaiságomat betartom, az senkit nem fog megbántani. Erre különképpen szerintem luxus dolog volna. Hiszen nagyon-nagyon sok fajta ember jön. Tehát akkor igazából, hogyha az általános illemet, etikettet és esetleg protokollt, ha tudjuk, akkor betartjuk, akkor nagyon-nagyon nem tudunk mellélülni. Pontosan, erről van szó, és nem csak taxisként, hanem utasként is be kéne tudni tartani ezeket a fajta együttélési szabályokat. Erre fel, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a szentenciákat, nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten rendelkezésünkre állt. Remélem, hogy a jövőben adott esetben egy-egy téma részletesebb kibontásával még megkereshetem. Kíváncsian várom a hozzánk érkező kérdéseket, remélem lesznek. Hogyha ez a két adás nem tudta őket megválaszolni, akkor minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy a lehető legadekváltabb választ adjam ezekre. Kedves Ibolya, nagyon szépen köszönöm a ismételt interjút. Én is köszönöm, és keressen nyugodtan, hogyha bárhol elakadnak. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Sodorja fényre, vagy nem élek holnap már. Vad éjszakát megöl becsukva.